Sárkányok szelik Győrben a Mosoni Duna vizét. Itt tartották a Magyar Kajakkenu Szövetség Sárkányhajó Fesztiválját. Soha ennyien nem neveztek még a versenyre, mint most. Az amatőrök és profik között összesen több mint 70 legénység indult. Ennyi csapat sosem volt, tehát mindig volt szabadidős, és mindig volt egy kicsit, akik komolyabban veszik a sárkányhajózást, de ezt a rendszert, hogy például délutánra tudtuk csak tenni az összes bajnoki futamot, mert annyi szabadidős csapat van, hogy az egész életet megtelítik. Egy nagyon kellemes probléma, de ehhez igazodni kellett, és ezért ez egy új mindenki számára. Szoros versenyt vártunk a döntőben, és igazából szoros verseny született a szószoros értelmében. Ha csak egy sárkány fejjel is, de a középiskolások versenyét a Győri Kazinci Gimnázium csapata nyerte. Beleadtunk mindent. Csak ennyit tudok. Nem tudom, hogy miért voltunk jobbak, de mi voltunk, ez a lényeg. Bőszen melegítenek a csapatok a parton. A Sárkány Eszencia csapat tagjai 5 éve elveznek együtt. Van iparági versenyünk, oda szoktunk elmenni Fadomboriba. Egy évben egyszer egy ilyen MKKS versenyen, Rócson is részt veszünk, és van egy cégen belül versenyünk Németországban, és arra szoktunk inkább készülni, meg az iparágira. Ez csak ilyen felkészülés. Az amatőrök mellett a profik is hajóba szálltak. A magyar bajnokság első futama volt a Győri.